alkalommal. Látjuk vendégül a gyulai gyerekeket, a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesület által működtetett régi gyulai közvágóhíd épületében. Itt működik az Egyesület által immáron 10 éve a Gyulai Kolbász Múzeum. És hát az idei esztendőben is sikerült a Nemzeti Együttműködési Alaptól egy szakmai pályázaton kis pénzt nyernünk arra, hogy a több mint 150 éves tradíciókkal rendelkező gyulai kolbász történetével megismertessük a gyerekeket. Kisebb gyerekeket talán még nem szerencsés, de ezek a gyerekek már abban a fogékony korban vannak, amikor bizony érdeklésüket, meg fizikálisan is elbírnak azzal, hogy meggyújtanak egy kolbászt, tekerjenek egy töltőgépet, és ezáltal megismerkedjenek ezzel a kiváló terméknek nem csak a fogyasztásával, hanem az elkészítésének a módjával is. És hát ennek remekebb helyszínt, tradicionálisabb helyszínt azt hiszem, hogy el sem elképzelni sem tudunk egy 150 éves épületben. Egy nagyon jó kis szakmai csapattal történik ez a program. Először elméletben megismerkednek a gyerekek nem csak a kolbásszal, hanem az egészséges húsfogyasztással, a fűszerekkel, aztán ezek összességében van is a kolbászba való alapanyagokkal, ezt követően segítséggel, darált húsból és a belevaló fűszerekből elkészítünk egy remek gyulai kolbászt, ezt ők begyúrják, befűszerezik, megtöltik, ezt követően megismerkednek a kolbászmúzeummal, mi ez idő alatt megsütjük ezt a kolbászt, és utána akár a szülőkkel együtt is el lehet fogyasztani remek kis uzsonna, és a gyerekek nagyon büszkén mutogatják, meg mesélik utána a szülőknek, nagyszülőknek, barátoknak, ismerősöknek, hogy ők bizony gyulán kolbászt készítettek, és ezt a kolbászt ezt ők meg is ették, meg is kóstoltatták másokkal.